Jó estét kívánok! Az ellenzéki pártok bele akarnak szólni a köztársasági elnök választásba. Ezért azt javasolják, hogy a parlament négy-ötöddel és ne kétharmaddal válasza meg az államfőt. A Fidesz alelnöke szerint ez vicc, az ellenzéknek kell összefognia, ha közös jelöltet akarnak. A jobbik nem vett részt az egyeztetésen, bejelentették, hogy ők Morvai Krisztinát és Fűr Lajost jelölik. Kövér László pedig azt mondta a heti válasznak, hogy nem hárítja el magától a felkérést, de van nála alkalmasabb is az államfői posztra. Elmennénk most öt párti megbeszélésre. 15 percig egyeztettek az államfőválasztásról. A jobbi kivételével valamennyi ellenzéki párt ott volt. Azt mondták, külön-külön nem tudnak köztársasági elnököt jelölni. Az új alkotmány szerint ugyanis a képviselők egyötödének, azaz 78 képviselő aláírásával állíthatnának saját államfőjelöltet. Korábban ehhez elég volt 50 képviselő. Az MSZP-nek és az LMP-nek együtt csak 63 voksa van. Mivel a Jobbik nem vesz részt az egyeztetésben, ezért ha a 14 független képviselő mindegyik támogatná az ellenzék jelöltjét, akkor is egy voks hiányozna a jelöléshez. Az MSZP ezért azt szeretné, ha a Fidesz gesztus gyakorolna. A alaptörvény módosítását kezd a mai napon annak érdekében, hogy a köztársasági elnök megválasztása során négy ötödös szabály érvényesüljön a kétharmaddal szemben. A tiszta vicc az egész. A Fidesz alelnöke szerint komolytalan a felvetés, mert korábban is kétharmaddal választottak köztársasági elnököt. Kósa Lajos azt mondja, az ellenzéknek egyszerűen csak össze kellene fognia a jelölt állításhoz. Van-e akkor ellenzéki szolidaritás, hogy mondjuk Morvai Krisztinát, támogatja aláírásával Mesterházi Attila, vagy Lendvai Ildikó, Szekeres Imre, cserébe, cserébe, mit tudom én a Vona Gábor is támogatja majd Valog Andrást, kis volt miniszterúrat, vagy nem tudom én kicsodát, akivel előáll a Latsz, Ferenc, most nem, tudom, nem tudok MSP potenciális előteket mondani, Biszku mit tudom én. Az egyeztetésen résztvevő LMP és Karácsony Gergely is fontosnak, de bizonytalannak nevezte az összefogást. Én azért elég szkeptikus vagyok azzal kapcsolatosan, hogy ebben a dologban sikerül erről lépni. Közben Kövér László a heti válasznak azt nyilatkozta, hogy nem hárítja el magától, hogy kövesse Schmidt pált az államfői székben. De szerintem most is van, akit ő alkalmasabbnak gondol a posztra. A demokratikus koalíció szerintem. ma is kiállt Iványi Gábor lelkész volt SZDSZ-es képviselő mellett. Sem az MSZP-vel, sem a LNP-vel, sem a DK-val nem kívánunk egyeztetni, és méltatlannak tartjuk azt, hogy egyáltalán ilyen helyzetbe kényszerített bennünket a köztársasági elnök jelölésével kapcsolatos szabály megváltozása. A Fidesz április 16-án nevezi meg jelöltjét az államfői posztra, majd csak ezután hívják össze az országgyűlést. Így legkorábban április végén választhatják meg az új köztársasági elnököt.